láttam, leülök, megvárom. Mit üvölt? Bugyogjon ki piros véred! Fetreng! Tűzem észem fel! S utána hallj meg! És mielőtt meghalsz, szeress engem! Ma reggel korán ébredtem. Én már évek óta nem tépek. Kissé, meg vagyok zavarodva. Nem gondolja néni, hogy beteg vagyok? Ágyban nem lehet linkelni. Tudsz-e galambon még valakit? Ki úgy tud hálni, mint én. Tulajdonképpen kissé meg vagyok zavarodva. Több nőnek adtam ma estére találkát. Azt hiszem, szerelmes vagyok. De melyikbe? Stefánia? Stefániával már hátam. Válla szép, de mellei laposak, mint a nagy magyar alföld. Sajnálom, nem használhatom. Annyira unom, hogy ezennel megparancsolom, halljon meg Stefánia. Még egyszer kérdem, hát meg vagyok zavarodva? Én még csecsemő vagyok, egy szabad ember. Feleségem máj vagyok, ahhoz már semmi közöm. Jobb egy gonorrhea, mint holnap egy tűzlány. Amit elkezdtünk, be kell fejeznünk. Most Stefánia szekál, agyonlövök. Én még csecsemő vagyok. Egy szabad ember. Nem értem. Mi történt velem? Én már évek óta nem tévedek. Le fogok szokni a szerelemből is. Azt hiszem, megyek Afrikába. Viszont látásra egy szebb jövőben. Csodálatos. Jaj, de csodálatos vagyok.
Halicinálok. Élet. Mellettem van. És én pedig itt vagyok. Mi történik körülöttem? Forog körbe a világ. Halucinálok. Az élet álom, és én halhatatlan vagyok. Nekem az élet engedelmeskedik, mert én vagyok a mai fiatalság, a férgek férge, a nyomorultak nyomorultja. Ön kicsoda? És ön? Ön miért nem mutatkozik be nekem? Tudja, én ki vagyok? Én. Nekem nincsenek problémáim. Atya úristen!